Sarki fény a nemzetközi űrállomás fedélzetéről fényképezve. A 360 km magasan keringő állomáson magyar mérnökök által fejlesztett sugárzásmérőt használnak. Más berendezéseken is dolgoznak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjában. Például a második magyar műholdat, a RedCube-ot is itt tesztelik. Egyebek mellett ilyen kutatásokra költ az akadémia. Ezekre eddig közvetlenül a költségvetésből kaptak pénzt. Mostanáig. Jövőre ugyanis már az új innovációs és technológiai minisztériumhoz utalná a költségvetés az MTA forrásainak majdnem háromnegyedét. Az akadémia elnöksége szerint ezzel sérülhet a tudomány autonómiája. Rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze, erre Palkovics László miniszter is elment. Azt mondta, nem akarnak beleszólni a kutatásokba, viszont hatékonyabbá kell tenni az akadémia működését. Az európai közösség, ha megnézzük a következő időszaknak a prioritásait, illetve a módszertanát, azt mondja, hogy az Európai Unió versenyképesnek kell lenni a tudományos kutatás területén is a világ többi részével. Ez pedig igényel egyfajta koncentrációt, egyfajta fókuszt a tudomány képviselőitől. Az MTA elnöke viszont nem lát garanciát arra, hogy nem sérül az autonómiájuk. Következőkben folytatjuk a tárgyalást miniszter úrral, szükség esetén szakértők bevonásával, hogy ezeket a garanciákat meg tudjuk fogalmazni, amelyek a tudományos kutatás szabadságát garantálják. Az MTA elnöksége szerint ilyen garancia lehetne, ha továbbra is az akadémia kezelni a működési és bérköltségeket, és ők dönthetnének a kinevezésekről vagy a kutatási területekről. Az MSZP szerint a kormány valójában most bosszút áll. A Magyar Tudományos Akadémia ugyanis több ízben bírálta a kormány egyes intézkedéseit. Nyilván a tudomány szabadságával élve olyan ügyekben, ahol azt gondolta, hogy a magyar kormány nem jó irányba kormányozza, a Fidesz nem jó irányba kormányozza az országot. Palkovics László erre a felvetésre a sajtótájékoztatón azt mondta, nem azért csoportosítják át az MTA forrásait, mert bírálták a kormányt.